Nagyon szépen köszönöm Noel Trianor püspök atyának, és szeretnék egy-két rövid benyomást megosztani veletek Magyarországgal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy jobban megismerjétek mégis azt, hogy hol vagyunk most. Magyarország egy igen régi nemzet. A magyarok ősei Ázsiából jöttek, onnan érkeztük, és körülbelül 1100 évvel Krisztus előtt kezdődött a történetünk. Ázsiában élt ez a népcsoport, az Urál-hegység másik oldalán, és egyre közelebb került Európához, míg végül egy csodás otthonra talált itt a Kárpát-medencében. A nyelvünk nagyon furcsa és nagyon nehéz a külföldieknek. Európa összes többi nyelvétől különbözik. Itt látjátok, hogy hogy van az, hogy igen a különböző európai nyelveken, és hogyha más szavakat megnéztek, akkor hasonlóan más lesz a magyar megfelelője. Alapvetően a szavaknak a gyökeivel dolgozunk, és ehhez ilyen agglutináló, ragasztó módon kapcsoljuk a különböző ragokat. Például a vér, a blátszó, ugye a vér, az én vérem, a véremben, ugye a prepozíciót és a birtokos névmást is mi mögé tesszük a főnévnek. Úgyhogy így alakítjuk ki a szavainkat. És a beszéd közben a külföldieknek igen nagy erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy megfelelően rakják össze a szavakat. Aztán ott van a testvérszavunk, ami ugye a test és a vérszóból tevődik össze, és mi így gondolkodunk a testvérünkről, hogy unanyagból a húsból és a vérből származik, mint amelyből mi. Nincs külön szavunk magára arra, hogy lánytestvér, hát így tudjuk mondani, hogy lánytestvér, így tudjuk elmondani, viszont két szót használunk, nővér vagy húg, és nincsenek nemek sem a nyelvünkben, hímnem és nőnem. És más példákat is tudnék hozni, hogy a tapintás például, tapintani, az azt jelenti, hogy megérinteni valamit. Tudjuk, hogy a tapad az megint csak mást jelent. A tapasztalat pedig olyasmi, ami ránk tapad, amit megérintettünk, amivel közvetlen kapcsolatba kerültünk. Hogyha angolul azt mondjuk, hogy experience, tapasztalat, akkor igazából nem tudjuk azt visszanyomozni, azt, hogy az a latin experire igéből származik, mégpedig az, hogy különböző helyekre elutazik. És nekünk egyébként a mi alapnyelvünk, ugye az uráli alapnyelv, és ezért továbbra is érezzük ezeknek a szavaknak az ízét, az eredetét. Az utolsó példám erre az, hogy a problémára azt mondjuk, hogy gond, és ebből származtatjuk a gondolkodik igénket is. Hogyha problémánk van, akkor a kérdés, hogy mi az életem célja, mihez kezdjek. Van egy problémám, egy gondom, és éppen ezért gondolkodom rajta, hogy megoldjam. A magyar tehát egy igen különleges nyelv az európai nyelvek körében. Hogyha az ember használja, akkor gondolkodnia kell. És sokan azt mondják, hogy ez az egyik oka annak, hogy nagyon sok magyar híres feltaláló és tudós volt és van. Azt mondják, hogy a magyar nyelv használatával a gondolkodás is fejlődik. Tudjuk azt, hogy a golyóstól például egy magyar találmány, a Bíró László, vannak olyan nyelvek, ahol még továbbra is Bírónak mondják, Byronnak például angolul. Egyébként itt van több találmány, például a Hologram Gábor Dénestől, a Dinamo Jedlikányostól, vagy például itt látjátok egyébként a képen Semmelweis Ignácot, az anyák megmentőjét, aki ugye a kézmosás bevezetésével megtalálta a gyermekágyi láz ellenszerét.
És ezen kívül az atomenergia felfedezése az Egyesült Államokban szintén magyar AIQ tudósokhoz köthető, vagy például a digitális számítógép atya Neumann János volt, aki Budapesten született, és szintén magyar volt, és ő volt az első, aki digitalizálni a digitális számolást, számításokat bevezette, és látjátok itt a Puskás Ferencet is, híres labdarúgónkat. A Magyarországnak nagyon viharos volt a történelme. A tatárok inváziója 1941-42-ben, ezután körülbelül 150 évig voltunk török uralom alatt. Ennek az uralomnak a kezdetekor a magyar népesség kb. 4 milliós volt, majd a török uralom végén megfeleződött, 2 millióra csökkent a magyar lakosság. Sok történész azt mondja, hogy egyáltalán csoda az, hogy a magyarok túléltek, és képesek voltak feltámadni ebből az állapotból. Ezután jött a Habsburg elnyomás, igen hosszú ideig, majd a II. Világháború alatt és előtte is a német megszállás, majd 1945 és 89 között a kommunista diktatúra. Nagyon sok híres harcunk és forradalmunk volt. Először is a saját frankok ellen és germánok ellen, a mitrovédelem elleni függetlenségünket kellett megvédeni, úgy majd a nagyon fontos Nándorfehérvári győzelem 1456-ban, és erre emlékszünk urunk színeváltozása ünnepével, és ezért kondulnak meg délben a harangok. És ennek a nagy győzelemnek az emlékére a pápa úgy döntött, hogy mindenütt délben konduljanak meg a harangok, és a pápa Magyarországot a kereszténység pajzsának nevezte. Ezután egy igen bátor forradalom következett, és szabadságharc a Habsburgok ellen, amelyet csak az orosz birodalom segítségével voltak képesek leverni, és ezért ez a forradalom nem volt sikeres. Ezen kívül igen bátor emberek vettek részt, például az én nagybátyám az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Itt látjátok a Magyarország-török megszállását, az összes zöld rész, azt látjátok, ezt megtámadták és megszállták, és csak az északi és nyugati rész maradt független, amely akkor már a Habsburg uralom alatt állt. Itt láthatjátok az első világháború utáni trianoni békediktátum eredményét, amely igen fájdalmas volt Magyarország számára. Ahogy látjátok itt a kis Magyarország határa belül 6,7 millió magyar maradt, míg a határokon kívül 3,3 millió magyar honfitársunk rekedt. És egy ilyen kis nemzetnek nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz volt ezt elfogadni. És láthatjátok itt, hogy mindenhol a határaink körül 100%-ban magyar lakta területek voltak. Ez az egyik oka annak, amiért a magyarok nem bíznak nagyon a nyugati hatalmakban, mivel átéltük ezt a trianoni tragédiát, és ez továbbra is velünk él. Ez itt egy kép az 1956-os forradalomról. Ez egyik legdicsőbb és legcsodásabb pillanat volt a magyar történelemben. Hatalmas, nagy és lelkesültség jellemezte ezt az eseményt, és igen bátran vettek részt az emberek. Nem volt egyébként bosszú az oroszok vagy a kommunistákkal szemben, és nagyon sok orosz katona egyébként a magyarok oldpártjára állva velünk harcolt a megszállás ellen.
hosszú történelmi barátság fűz Lengyelországhoz bennünket számos okból. Például közös szentjeink vannak, például Jadviga királynő, Hedvig királynő közös királyunk voltak. Csesztahovát egyébként magyar pálos atyák alapították. Szobieszki János felszabadította nem csak Bécset, hanem Esztergomot is. És ezen kívül kölcsönösen segítettünk egymásnak számos alkalommal, tehát 1920-ban, illetve a második világháború alatt. Éppen ezért az Európai Unión belül szorosabb a kapcsolat Magyarország és Lengyelország között. A történelmünk alapjában véve a hiten alapszik. Első királyunk, Szent Istvánt valószínűleg az 1000. évben koronázták meg, aki mélyen hívő keresztény volt, és nagyon sok csatát nyert a németek ellen, ugyanakkor soha nem akart hódításba kezdeni. Templomokat, egyházmegyéket akart létrehozni, és iskolákat építeni. Mély meggyőződése volt, hogy a legnagyobb dolog, amelyet a nemzetének adhat, az az evangélium. És Szent István halála előtt felajánlotta a magyar koronát a szűzanyának. És sok magyar továbbra is úgy gondolja, hogy történelmünk alapját az evangélium képezi. Nagyon sok mártírunk volt, különösen a kommunista idők alatt. Mindszenty József bíboros, akit egyébként a magyar nyilasok is börtönbe zártak, mert megpróbálta a zsidók védelmére kelni, és a más üldözötteket megvédeni a második világháború során. És a kommunista diktatúra alatt pedig a hit, illetve az egyház szabadságát hirdette, és ezért is börtönbe zártak. Apor Vilmos nagyon sok nőt védett meg, mert az orosz katonák meg akarták erőszakolni az asszonyokat, és odaállt az orosz katonák elé, akik megölték őt, de a nők megmenekültek. Brenner János, akinek a testvérével beszélni fogunk, és vele is fogunk lélekben találkozni. Egy fiatal pap volt, 26 évesen megölték őt 32 kés szúrással. Borzasztóan kegyetlenül. A 20. században több mint 200 papot öltek meg a kommunizmus alatt, a kommunizmus első idejében, és több mint 2000-et zártak börtönbe. Ez tehát nagyon nagy szám, akik kiálltak keresztény hitük mellett. Újra beköszöntött a szabadság és a függetlenség 1989-ben. És ennek az új függetlenségnek néhány gyümölcsét látjátok itt. Itt van az első szabadon választott kormányunk miniszterelnöke, aki azt mondta, hogy én mindig is keresztény Magyarországot akartam. Ez volt az ő alapvető elképzelése, és nagyon sok katolikus egyházi iskolánk van most már, ugyanúgy a háború előtt is volt, ami hatalmas ajándékot jelent a társadalomnak. Az állam ugyanazon támogatást nyújtja egyébként az egyházi iskoláknak is, mint az állami iskoláknak is, és éppen ezért a szülőknek nem kell fizetniük külön tandíjat, hogyha gyerekeiket egyházi iskolába akarják iratni. És látjátok, hogy itt a jobb és bal oldali kormányok váltakozását a rendszerváltás óta, és egy másik különlegesség Magyarország tekintetében az, hogy az állam jelentősen támogatja a családokat és a gyerekvállalást. Azok a családok kapnak ilyen támogatást, akiknek több gyerekük van, a nagycsaládosok különlegesen. És
ennek az eredménye is meglátszik itt, ahogy a grafikont megnézitek. Egyrészt a házasságkötések száma nő, és itt ugyan lassan, de biztosan nő a termékenység ráta is, tehát a gyermekszületések száma. Itt látjátok az eukarisztikus kongresszus felvonulását, és amelyen körülbelül 300 ember vett részt fáklyákkal és mécsesekkel. Nézzük egy pár szó gondolattal az Igazságosság és Béke Bizottságát Magyarországon. Különböző tevékenységeink vannak, a teremtett világot próbáljuk védeni, és a katolikus egyetem, a Pázmány Katolikus Egyetemen egy új osztály jött létre, amelynek a célja a teremtésvédelem, és egyébként különböző kiadványunkban számos dolgot olvashattok, mondjuk például a migrációról, a családsegítésről. A jelenlegi egyik nagyon fontos ugye, kérdés az Ukrajnából menekültek, és jelenleg eddig 590 ezer ember menekült Ukrajnából itt Magyarország felé, megpróbálom nekik élelmiszert és menedéket nyújtani, és azoknak, akik itt maradnak, iskolát, illetve munkát biztosítani. Itt látjátok, hogy amint megérkeznek az ukrajnai menekültek, és látjátok azt, hogy a Caritas, illetve a Máltai Szeretetszolgálat és a különböző templomok, plébániák megpróbálnak segíteni. Minden katolikus iskolában, minden évben gyűjtést rendezünk Afrika számára. Tavaly például fel tudtunk újítani egy árvaházat Kongóban. Van itt egy magyar orvosunk, aki ott dolgozik, aki ott gyógyít. Egyébként ő szemészorvos, és az ő segítségével kapcsolatba léptünk ezzel a nagyon szegény közösséggel, az árvaházzal, mert a Kongóban dúló háború, amelynek során 4 millióan vesztették életüket, nagyon sok gyermek árván maradt. Nézzétek meg, hogy hogy főznek, hogy mosogatnak, és hogy hogyan élnek, milyen körülmények között, igen, szerény házakban. Hát megpróbáltunk segítséget nyújtani nekik új házépítéssel, illetve új iskola létrehozásával. Itt látjátok az iskolai gyűjtéseket a katolikus iskoláinkban, és itt látjátok azokat a könyveket, amelyeket a gyűjtésnek köszönhetően el tudtunk küldeni a helyszínre. A Magyarországi Béke és Igazságosság Bizottság másik tevékenysége a cigány lakossága irányul. Körülbelül a magyar lakosság 7-8% cigány származású, akik körülbelül 600 évvel ezelőtt jöttek Indiából, de mindig is a társadalom perifériájára szorulva éltek. Az egyik olyan tevékenység, amelyet az egyház próbál végezni, és amely ugye Szocska Ábel püspök úr egyházmegyében is megvalósul, az, hogy ugye ezek nyitott házakat tart fenn, iskola után a gyerekek ide jöhetnek, ahol kisebb csoportokban, barátságosabb környezetben tanulhatnak. Az iskolákban a gyerekek általában lemaradnak, és nem szeretnek iskolába járni. Viszont a családiasabb oktatóközpontjainkban, vagy házainkban sokkal nyitottabbak, és sokkal jobban szeretnek ott nálunk tanulni. Itt látok egy zarándoklatot, ahol a romák részvételével a cigányok mélyen hívők, nagyon mély a hitük. Ezen kívül megpróbálunk segíteni a gyerekeknek, hogy megértessük velük, hogy ők ugyanúgy Isten gyermekei, és ugyanúgy az ő képmására teremtettek, mint bárki más. Hogyha ezt megértik, akkor erőt kapnak ahhoz, hogy tanuljanak és küzdjenek. Itt egy Esztergomban. Esztergomban voltam egyébként plébános, mielőtt ide kerültem, és itt láttok egy esküvőt, egy esztergomi roma esküvőt. Meggyőződésünk, hogy
integrációhoz vezető egyik legfontosabb út a hit. Hogyha közvetlenebb és mélyebb kapcsolatuk van a Jóisten szeretetével, akkor változtatni tudnak az életükön.